Biztonságosabbá válik a Bagi csomópont. Több mint 670 millió forintos beruházásból körforgalmat alakítanak ki a nagyközséghez közeli főúti csomópontnál. A költségeket a kormány állja a költségvetési forrásokból. A munkálatok még tavasszal megkezdődnek. A Bagi csomópontban számos baleset történt 2008 és 2012 között. Ketten meghaltak, öten súlyosan megsérültek. Az adatok szerint ez a csomópont, a Bagi, az ország legveszélyesebb lakott területen kívüli főúti szakasza jelenleg. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban január 7-én számoltak be a beruházás részleteiről. Volt egy olyan közlekedés biztonságilag nagyon veszélyes csomópont, ez a Bagi csomópont a 3-as főút mellett, ahol ezeket az uniós forrásokat nem tudtuk dedikálni, mivel nem feleltek meg annak a kritériumrendszernek, hogy felhasználhatóak legyenek. Így a költségvetési forrásba kellett biztosítanunk, hogy ugyanennek a programnak a keretében vagy oldalvizén ugyanígy el tudjuk kezdeni a munkálatokat 2014 tavaszán. Ami a nagy programot illeti, a korábbiakban már tájékoztatást adtunk arról, hogy az autópálya elválasztó sávok, körforgalma kiépítését, a vasúti átjáróknak a biztonságosabb áttételét, fésropoknak a megújítását, ledes ellátását jelenti. Ez a körforgalom pedig egy olyan jellegű beavatkozást jelent, hogy ez a veszélyes keresztezés, ami jelenleg ott van, az a jövőben közvilágítással ellátva és a forgalmat lelassítva szolgálja az ott élőknek a biztonságát. Az elmúlt három évben számtalanszor egyeztettünk a környék országgyűlési képviselőivel, polgármestereivel ebben a problémakörben, de addig, amíg túlzott deficit eljárás alatt állt az ország, és a költségvetés keretei meglehetősen korlátozottak voltak, nem tudtunk erre a problémára megoldást találni, és nagy örömünkre szolgál, hogy gyakorlatilag 2014 tavaszán az a közbeszerzés el tud indulni, és rövidesen a munkálatok is, ami ezt a problémát megoldja. Még néhány adat az elmúlt éveknek a fejlődéséről. Az a következetes munka, amit Magyarország végez, gyakorlatilag a 1960-as évek szintje alá szorította le a halálos közúti balesetek számát Magyarországon, és az a törekvésünk, hogy 2020-ig az uniós programoknak megfelelően a nulla közelébe érkezzünk el. Ez természetesen nem csak infrastruktúrális beruházások, hanem oktatási programok, iskolai programok és más járműfejlesztési, vasútbiztonsági beavatkozások is szükségesek. Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy több éves előkészítő munka után indulhat meg a beruházás. A kormány első pillanattól kezdve méltányolta az érveket, ugye a baleseti statisztikákból következően, mint a műszaki paraméterekből adódóan, tehát nyitott kapukat döngettünk, és fogadókészek voltak a másik oldalon, azonban az anyagi forrásokat elő kellett teremteni. Nagy örömünkre szolgált, amikor december végén arról értesültünk, hogy előirányzat átcsoportosítás keretében a kormány biztosítani fogja az ehhez szükséges forrásokat. Így örömmel jelenthetjük be a mai napon a sajtó nyilvánosság előtt és a Galgamente tisztelt lakóinak, polgármestereinek, hogy a Galgamente kapuja a jövő folyamán el fog készülni, ki fog nyílni. A balesetek száma remélhetőleg nullára, vagy nagyon nulla közelébe fog csökkenni egy nagyon jó kialakítású közvilágítással és szabályos gyalogátkelőhelyen ellátott csomópontot kapnak az itt élő emberek. Ez a Galgamente közlekedés biztonságát, egyáltalán elérhetőséget nagy mértékben segíteni fogja. Magam részéről szeretném megköszönni a polgármester kollégáknak, a képviselő kollégáimnak az eddig végzett munkáját és a kormány hozzáállását, és természetesen a galgamenti embereknek a türelmét, hogy egészen idáig ezekkel az állapotokkal együtt éltek. Bízom benne, hogy közös örömünk lesz, és a jövő év második felétől ezek az állapotok megszűnnek. Köszönetet mondott Obrecán Ferenc országgyűlési képviselő, aki naponta halad át kocsijával a Bagi csomóponton az államtitkárnak. Tűrte és viselte azt a következetes harcot, amit 4 évvel ezelőtt Tóth Gábor képviselőtársammal elkezdtünk. Én a térségben élő országgyűlési képviselő vagyok, naponta megteszem azt az utat, mely versek és a parlament között
van, és naponta szembesültem a Bagi csomópontnak a veszélyével. A mai nap is például nagyon sok előfordult az, hogy gyorsan ajtógépkocsi jött Gödöllő felől, és bizony nagyon vigyázni kell, hogy nehogy baleset történjen. Tehát itt köszönöm a polgármestereknek is azt a kiállást, amit a munkánk mellé hozzátettek, és mindenkinek, és nem utolsó sorban Vécsei képviselőtársamnak, aki felkarolta ezt az ügyet. Ez egy jó dolog a Galga mentén élőknek, de nem csak a Galga mentén élőknek, hanem nagyon sok ingázó jár azról a térségről, tehát Nógrád Kálótól kezdve Hiholmon keresztül a térség jobban bekapcsolódik és jobban megközelítővé válik az autópálya irányába. Szó esett a beruházás miatti kisajátításokról is. Gyakorlatilag a beruházás költség az meghaladja a 600 millió forintot. Ha azt veszük, hogy a körforgalomnál megvan, hogy milyen zsugarú körnek kell lenni, mekkora évent tudnak mondjuk a pótkocsis teherautók elfordulni, akkor látod, hogy körülbelül az a mostani keresztezés lesz majd a közepe, amit nem fognak használni. Tehát a terület kisajátítás az ehhez igazodik. Négyzetméterre ezt most megint csak a tervezők alapján a vízelvezető árkok, tehát ez mind-mind nagyobb területet kíván. Hát az összeg pedig gyakorlatilag a helyben szokásos forgalmi értéknek megfelelően szokták megállapítani az értékbecslők. Tudjuk először a kisátítási vázrajz alapján adásvétel lehetőségét kínálja majd fel a beruházó Magyar Közút. Ha nem fogadják el, akkor van tényleges kisajátítás ezekben az esetekben. A túlnyomó részét természetesen a műszaki költségek teszik ki minden esetben a beruházásoknál, tehát az összberuházás azért viszonyítva nyilván, hogy ellenéző a kisajátítás érték, csak maga az eljárási procedúra, mint időtényező az, ami kockázat ezeknél a beruházásoknál. A Bagi körforgalom egysávos lesz. Miután a mezőgazdasági területtel érintett az oldal, tehát a Bagi behajtó oldala, oda lesz egy külön kihajtó sáv. Tehát plusz sáv ugyan nem lesz, de a területek megközelíthetősége mezőgazdasági területek biztosítva lesz a körforgalom egyik oldalágából. Bag 10 millió forinttal és a közvilágítás kialakításával járul hozzá a csomópont biztonságosabb átételéhez. A beruházás akár még az idén elkészülhet. Maga a körforgalom az 2014-ben indul most a közbeszerzés, tehát ahogy a területbiztosítás halad, gyakorlatilag a kivitelezés az rögtön meg tud kezdődni. Ha a kisátításoknál esetleg elhúzódás van, akkor átcsúszhat a jövő évre, de a mi reményeink szerint 2014-ben lezárható lesz ez a körforgalmi felújítás. De láttunk már olyan eseteket, hogy gyakorlatilag a tulajdonosok vitatkoztak, bírósághoz fordultak, különböző problémák előfordulhatnak, de optimális időbeosztás esetén idejében természetesen el tud készülni a beruházás.